Krisztusban, kedves testvérek! Amikor megkaptam a meghívót a mai szép ünnepre, a meghívó alján három szó szerepel. Meghallani, megszólítani és meghívni. Engedjék meg, hogy erről a három szóról elmélkedjünk közösen, és keressük azt az üzenetet, azt a szót, amit az Isten ma nekem akar üzenni. Az én lelkemben akar visszhangot kelteni. Először is engedjék meg, hogy egy mesével kezdjem. Talán nem ünneprontó egy mesével kezdeni egy homíliát. Történt egyszer, hogy egy indián sétált egy nagy amerikai városban a barátjával, aki meghívta. Mutogatta neki, milyen szép ez a város, felhőkarcolók, milyen forgalom, milyen nyüzsgés van ebben a városban. Egy csúcsidő volt, minden zajával, minden forgatavagával együtt. És egyszer csak ez az indián, aki a barátjával sétálgat az utcán, azt mondja, hallok egy tücsköt. Az nem lehet, mondja az amerikai. Itt, amikor a város zaja dübörög körülöttünk, minden hangos, minden szinte sikolt, akkor hogyan lehet az, szinte lehetetlen, hogy te egy tücsök hangját meghalld? Az nem lehet. De én biztos vagyok benne, hogy a tücsök hangját hallom, mondja az indián. Ez őrültség. Biztos valami van a fejedbe, csöng a füled, vagy valami, hogy te egy tücsök hangját hallod. És az indián figyel, fülel, és elindul a másik oldalra. Talál egy bokrot, oda megy, és az ágak között valóban megtalálja a tücsköt, amelyet sziripelt. Ez nem lehet, hogy te hallottad, mondja az amerikai, te biztosan csak egy belső füllel hallottad, hogy ez a tücsök sziripel. Nem egészen. Az ember azt veszi észre, ami fontos számára. És ez az indián belenyúl a zsebébe, elővesz egy marék apró pénzt, és azt mondja a barátjának, figyelj csak, megrázza a pénzt, és ledobja. És a centek, dollárok csörögnek, és akkor egy 30 méteres körön belül mindenki odafigyel. Meghallotta a pénz csörgését, az érmet csöngését, és mindenki elkezdett keresgétni a zsebébe, azt gondolta, talán az ő zsebéből szóródott ki az a pénz. És azt mondja az indián, látod? Erre gondoltam. Mindenki azt veszi észre, ami fontos számára. Kedves testvérek, a meghallani szó az első, amit ezen a meghívón olvastam, meghallani, és tovább folytatjuk a mondatot, meghallani az Isten szavát. Ez az első. Az ember közösségi lény. Szüksége van arra, hogy meghallgassák őt, és szükségünk van arra, hogy mi is meghallgassunk másokat. Isten így teremtett bennünket, hogy meghalljuk, odafigyeljünk a másik ember szavára.
De ugyanakkor azt is tapasztaljuk, és az is keserű tény, hogy nem mindig halljuk meg azt, amit a másik ember mond nekünk. Az Istennel való találkozás sokkal bensőségesebb. És az Isten nem zárkózik el tőlünk, nem hagy magunkra bennünket, az Istennel való párbeszéd szükséges az embernek, mert ez a legteljesebb kibontakozásunk, amikor az Istennel beszélgetünk, meghalljuk azt, amit ő mond nekünk. Amikor az Istennel kezdeményezünk egy párbeszédet, akkor az ember nem tehet mást, mint hogy az ajtóban áll, és alázattal kopog az Isten előtt. Itt vagyok. Ami bennem van, ami hozzám tartozik, ami fontos nekem, elhoztam hozzád. És az Isten ajtót nyit nekünk. Beenged az ő világába, egy kapcsolatot alakít ki velünk az Isten, és föltárja magát előttünk, és ez hatalmas öröm az embernek. Boldogságot ad az Isten annak az embernek, aki betér hozzá, hogy meghallja a szavát, hogy párbeszédet kezdjen az Istennel. Mert lehetősége van arra, hogy meghalljam az ő szelíd szavát, meghalljam az ő bátorítását, és meghalljam az ő szerető szavait, amit nekem mond. Ez a találkozás nem egy egyszeri, föllobbanó pillanat. Ez a párbeszéd az Istennel, ez egy folyamat. És ez örömet jelent az embernek. Szembesülünk önmagunkkal ugyanakkor, és ez azt jelenti, hogy megismerhetem ebben az Istennel folytatott párbeszédemet, mert megismerhetem önmagamat is, hogy ki vagyok én. Mire hívott meg az Isten? Milyen az életem? Mit köszönhetek neki? Mit kell korrigálnom? Hasonlattal úgy is mondhatnám, ez olyan, mint egy nagyon neves színész, aki én vagyok, bármelyikünk, egy csodálatos filmet forgat. És a forgatás után a rendezővel beülünk egy moziba, mellém ül a rendező, és együtt nézzük azt a filmet, amelyben én játszottam, amelyben én vagyok a főszereplő. És ahogy nézem a filmet, mellettem van a rendező, aki szelíden csak néha mosolyog, néha rám néz, néha azt mondja, ezt vagy azt másként kellett volna tenned, és az ember szembesül önmagával, fölismeri cselekedeteit, megismer mindent, ami az életében van, úgy, hogy az Isten maga tapintatával, maga szeretetével, a maga üzenetével formál engem, hogy olyan legyek, hogy egészen hozzá hasonlóvá váljak. Látom önmagamat az Istennel folytatott párbeszédben. És fölismerem, hogy igen, mindent értek, így vagy úgy kellett volna javítanom, tennem az életemet, és az Isten lehetőséget ad arra, hogy ebben a párbeszédben fölismerjem, és megtegyem azt, ami az ő kedve és akarata szerinti. Mi is így vagyunk az Isten jelenlétében. Az ő megjegyzései finoman formálnak bennünket.
De ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok ember valamiért félszeg, vagy bezárkózik, vagy bedugja a fülét, hogy ne hallja az isteni hangot, az isteni üzenetet. Pedig Isten kedves szavaival tisztogat, bontogat, bátorít minket. Ha megnyílunk előtte, ha föltárjuk szívünket előtte, ha őt befogadjuk, akkor meghalljuk és megértjük azt, hogy az Isten boldogságra akar hívni minden embert. És ez öröm az embernek. Öröm az embernek, hogy az Isten foglalkozik velünk. Üzen nekem, és nekem lehetőségem van meghallani azt, ami a szívemet megérinti. Lehetőségem van arra, hogy fölmelegítse a szívemet az, amit az Isten személy szerint nekem akar üzenni. Meghallhatom azt, ami fontos nekem. És ez olyan boldogság és olyan öröm, mint a táborhegyi jelenetnél, Uram, jó nekünk itt lenni, jó veled lenni. Kell ennél nagyobb öröm az embernek, hogy meghallja Isten üzenetét, és befogadja a szívébe. Nagy Szent Teréz ezt mondja, nézetem szerint a belső ima nem egyéb, mint belső barátság Istennel. Amennyiben gyakran maradunk, négy szem közt vele. Ezt kívánunk tehát az első lépésként, hogy halljuk meg Isten szavát. Nyissuk ki szívünket, és képesek legyünk formálni, alakítani az életünket úgy, ahogy ő akarja. De nem elég csak az Istenre figyelni, mert aki az Istenre figyel, az meghallja azt is, ami körülötte van. Meghallja azt, ami a másik embertől hozzá jön. Meghallani tehát az Isten szava mellett, meghallani a másik ember hangját, szavát. Hányan küszködnek mellettünk, testi vagy lelki gondokkal élnek ebben a világban? Reménytelenség vagy kilátástalanság van bennük, magányosan élik napjaikat, hétről hétre, senki nem szólítja meg őket, senki nem kérdezi meg, mi van veled, hogy vagy, mi fáj neked, mi jelent örömet az életedben mostanában. Meghallani a másik ember csalódottságát, akkor, ha becsapottnak érzi magát, akkor, ha emberségében megbántották őt, de akkor is érdemes meghallani a másik ember hangját, ha öröm van benne, és ezt szeretné megosztani valakivel, és az legyek én. Meghallom a másik ember hangját. Természetesen ilyenkor sérülékenyé válik az ember. De ha bizalom útjára lépek, mint ahogy az Istennel is elkezdtem ezt az utat, akkor közel engedem magamhoz a másik embert, és ez örömet jelent neki is, és nekem is. Megszólítani. Mit mondhatunk a mai világban az embereknek? Talán legkifejezőbb Teréz anya, amikor így imádkozik. Az élet egyetlen, ezért vedd komolyan. Az élet szép, csodáld meg. Az élet boldogság, ízleld. Az élet álom,
tedd valósággá. Az élet kihívás, fogadd el, az élet kötelesség, teljesítsd. Az életet, az örök életet mondjuk el a másik embernek. És ez adja a harmadik szó értelmét, hogy képes vagyok meghívni a másik embert abba a közösségbe, ahol az életről szól, az örök életről szól az üzenet. És nem jó az embernek egyedül lenni, közösségben, egymásra figyelve, közösségben találkozni Krisztussal, egyé lenni a kenyértörés közösségében és az ige értelmezésében örömet jelent. Legyen a szavunk hívó. Meghívom másik embert ide, közénk, Isten közösségébe. És legyünk olyanok, mint az evangéliumban ismerjük azt a gondolatot, és Mester, hol laksz? És Jézus azt mondja, gyere, nézd meg. És az Úr magához hívja azt, aki keres, aki kutat. Kedves testvérek, sokat mondó ez a három szó, meghallani, megszólítani, meghívni a másik embert Isten közösségébe, az egyházba, ahol én tanúságot teszek arról, ami bennem él. Amen.